Részletek az édesapámmal folytatott beszélgetésekből. Ez egy kultus segéd voltam, semmiső voltam. Háromszoros mester vagyok. Én neked nem adott az apám, hanem kegyetlen harc, az élet harc. Az aranykoszorús mester a befényibe is belesült, és a kis paraszt csizmás körött meg kivágta 21-et, 10 magyarban, ott a hatalmas teremben. Menni kell, vakon, inni kell, és csinálni kell. Ezt kell, és ezt kell beleszugerálni az ifjúsághoz. Ne féljen! De én azt mondom, hogy amely Viktor már megelégedett, hogy emlészetet, az már meghalt. Állandóan fejlődni kell, haladni és haladni. Mert én dolgoztam 25-30 ember, és azoknak a nagyuraknak, akik most van a nagy, soknak még kenyere se volt. Még olyan piszkos volt a lakásuk, mint a személy. Csak a flancó, meg a nagy zás, most is megvan. Az a gyári munkás is, és nem hülyeség az, hogy azt mondja, hogy miénk a gyár, mert az igaz. Az egy munkaterület, és az, ha mindenki, de a vezető is magáénak tekinteni, hogy ez a mi üzemünk, mert itt élünk, és ebből tartjuk el a családunkat, és hogyha megtakarítjuk, tehát azt mondja, Isten áldja a tisztesipart, és ha ő is azt, hogy minden anyagot nem elpocskolnák, nem szétszórnák, hanem megbecsülnék, akkor más lenne. És ezt kellene nekik. Minden üzemben, látom én, a festékek, a vasak, meg minden pocsékolnak, nem törődnek vele, pedig téved. Ami kárt csinál, azt neki meg kell fizetni. Nem a méltóságos úr vagy a elvtárs fizeti meg, azt ő dolgozza meg. Hogy a kiképzés se úgy megy, hogy aki rátermet, azt adjuk oda. Most is azt mondom, minden ember végezze el a munkát tisztességesen, lassan is megy előre, kevesebbet is keres, de csinálja meg a munkát becsületesen.